A mai reggelen azokhoz szeretnék szólni, akik talán ma születésnapjukat ünneplik, talán kereki fordulóhoz érkeztek, talán már nem a 20-30-40-es évjárathoz tartoznak, hanem idősödő félben vannak, és ugye elgondolkoznak, hogy mivel is ment el ez a 60-70-80 év, amire visszatekinthetnek. Nos, hát a Bibliában, mint mindenre, erre az esetre is van egy gyönyörű szép igevers. A Prédikátor könyve 5. fejezet 20. verse így hangzik, az igaz emberről. Mert nem sokat emlékezik az ilyen az ő élete napjainak számáról, mert az ő szívének örömét az Isten kedveli. Vagyis Böl Salamon 3000 évvel ezelőtt felszólítja a hallgatóit, hogy ne sokat emlegessük azt, hogy hányadik X-hez érkeztünk. Ne sokat beszéljünk arról, hogy most már megidősödtünk, most már mögöttünk van az életünk nagyobb része, most már az a folyton fogyó kisebb rész következik. Ne menjünk bele önsajnálatba, ne menjünk bele panaszkodásba, még óhatatlanul sem. Nem sokat emlékezik az ilyen, az igaz ember az ő élete napjainak számáról. Persze hát lehet emlékezni, főleg a jót felidézni, a lélekemelő, az Istennel szerzett tapasztalatukat elmondani, de alapjában véve az embernek a mában van kötelezettsége, és a jövőre kell, hogy felkészüljön. Ne sokat emlékezzék az ilyen az élete napjainak számáról, és hozzáteszi, ezt talán ezt sem találtuk volna ki, hogy az ő szívének örömét az Isten kedveli. Ezt miért mondja? Ezt azért mondja, mert valóban nem az életkor, nem az idő és a mennyiség a fontos. Az életünkben a legfontosabb érték a minőség, hogy például milyen szívvel végzünk dolgokat. Erre figyelmeztette Pál például az efézusiakat és a kolossébelieket római börtönéből, amikor arról emlékezett meg, hogy az ember, amit csak tesz, az lélekből tegye, mint az Istennek, és nem mint embereknek. És ez van benne a Prédikátor 5.20-nak a befejező félmondatában is. Az ő szívének örömét az Isten kedveli. Amikor a jót meggyőződéssel végezzük, nem dohogva, nem panaszkodva, hogy most megint rajtunk a sor, most megint nekünk kell valamit megmutatni, hanem örömmel, és mint kiváltságot, hogy jót tehetünk az életben, és ennek örülhetünk. Az örömmel elvégzett kötelességek a legcsodálatosabb dolgok. Hogyan is mondja a bengáli költő Rabindranath Tagore, amikor aludtam, azt álmodtam, hogy az élet öröm. Fölébredtem, és azt láttam, hogy az élet kötelesség. Cselekedni kezdtem, és rájöttem, hogy a kötelesség öröm. Vagyis mindannyian így indulunk el az életnek, hogy a gyermekkorunk, az ifjúkorunk kevés kivétellel, de a legtöbb embernek csodálatosan szép, és a világ is, mintha más lenne, mint később, válik belőle. Aztán jönnek a tanulóévek, a munkás esztendők, és látjuk azt, hogy az élet nem annyira álmodozás, nem annyira csak egy folytonos, körülöttünk forog a világ öröm, hanem kötelesség is. De amikor az életben cselekvéshez fogunk, meggyőződéssel, szívesen és örömmel, akkor rájövünk, hogy a kötelesség öröm. Ezt az igét küldöm ma azoknak, akik tehát születésnapot ünnepelnek, vagy valami jeles évfordulóját az életüknek, hogy nem sokat emlékezik az ilyen az ő élete napjainak számáról, mert az ő szívének örömét az Isten kedveli. És milyen csodálatos a befejezésben,
hogy egy pillanatra, de rávillant Isten arcára, hogy van, aminek az Isten örül, van, amikor nagy öröm van a mennyben, ahogy Jézus mondta két példázatában is, Lukács evangélium a 16. fejezetében, egy megtérő bűnösön van a legnagyobb öröm a mennyben, és az ő szívének örömét az Isten akkor is kedveli, ha ez időskorban jött létre, vagy valami időskorban már erejünk fogytán létezik és történik meg, de mi akkor is elvégezzük a kötelességünket, és örömmel végezzük el, és ebben gyönyörködik az Isten. E gondolatok jegyében kívánok szép születésnapot, vagy bármi más évfordulót azoknak, akik ma ünnepnapot tartanak.